Hány zenekarban muzsikált? Tudja, hát muzsikáltam egyszer ebben a Szaporcai Kassa Gyula zenekarral, Parasz zenekarral, aztán Siklósékkal jártam, két évig, aztán a Rétes Jóskával jártam, aztán ebben a Lajossal, a Kállaival jártam, 5 évig, 60-as években. Na aztán most legutóbb Pécsi Prímásó, szintén Lakatos Károly, a Mária Gyűri Borozóba, ott játszottam legutoljára, most már 2 év után járok. Ott vége szakadt. Ha visszagondolunk a lakodalmakra és a bálokra, hát mégiscsak ormánságban játszottak legtöbbet. Hogy reagált az ormánsági nép a maguk muzsikálására? Hát... Hamar fakadtak dalra és táncra? Az első nóta mindig csárdással kezdtünk, de akkor már olyan táncba keveredtek, hogy majd kirúgták a kocsma oldalát. Olyan kedvelett a népnek. Azok szerették abban az időben a magyar csárdást. Nem úgy, mint manapság, hogy nem is ismerik, hogy mi az. Szóval dalos, táncos kedvű volt nagyon, az ormánsági nagyon, nép. Nagyon olyan vígkedélyű, nótás kedvű volt az ormánsági nép, hogy a ritkaság, rendkívüli. Nagyon jó kedvű nép volt itten. És a kedvük támadt, fizettek is igen, a muzsikásoknak? Igen, igen, igen. Sőt, minden rendelést fizettek. Gyula. Még egyszer kezdhetné, újból zenész is lenne? Igen, az lennék, de azt hiszem, akkor magasabb szinten lennék. Akkor csupán csak azt választanám. Akkor nem dolgoznék föl, hanem csupán, mert ezt is akartam. Én csupán zenész akartam lenni, de közben szólt a háború. És így, amikor annak vége lett, ugye már nagyon benne voltam az időben, akkor már nem volt más választásom. Meg kellett maradnom a föld mellett, aztán jött a TS, minden. Így alakult. Hány gyerekük van? Azokból lett-e zenész? Hát, 3 lányom van, egy fiam, azokból bizony zenész nem lett. A legnagyobb lányom azt kezdett tanulni cimbalozni, sőt, nagyon is hamar fölfogta, egy-két szóból megtanulta az akkordokat, a hangnemeket, de aztán iskolába került, a gimnáziumba, aztán abban maradt. Pedig az nagyon hamar megtanult volna a legnagyobb lányom. Említette, hogy a gyermekeiből nem lett zenész, de magának unokái is vannak, és pedig hány unokája, és várható-e, hogy azokból zenész lesz? Hát igen, 3 unokám, akik zenét tanulnak. 2 Siklóson, 1 Pécsen. A Siklós, akik járnak, itt laknak a helyben, az Ági lányomnak a gyerekeik, 2 kislány, Zsuzsika, Boglárka. A Boglárka klarinéton, nagyon szépen játszik már.
a Zsuzsika pedig Puvolán. Úgy, hogy ott a zenetanári azt mondja, hogy nagy, nagy jövő van rájuk, nagyon nagy tehetségük. Úgy, hogy szerintem valahogy örököltek én belőlem valamit. Aztán az Anikó unokám, aki Pécsön van, ez Hegedűn tanul. Hát elég jó a fölfogásom, most már a Kottát is elég jó ismeri, csak valahogy én másfelé tekintek, azt mondja, hogy én nem akar zenész lenni, pedig hát van benne tehetség. Hát aztán majd mi lesz később, lehet, hogy majd idők múlva lehet, hogy megkedveli jobban, mert még most fiatal. Hát most majd meglássuk. Tehát lesz, aki folytatja a nagypapa muzsikálását. Lesz olyan a családban, aki számára fontos lesz a zene. Hát én nagyon szeretném, hogyha tényleg nem szakadna még ezzel, hogy én, ha befejezem, hogy nagyon jó lenne és nagyon boldog lennék, hogy van, aki örökölné tőlem a zenei szeretetet. Végezetül hadd kérdezzem még meg, mit jelent a maga számára, vagy mit jelentett a maga számára a zene, az ének, a muzsika? Sokat, nagyon sokat. Az embernek a lelki világa egészen másabb, mint egy egyszerű emberé, mert tele van az ember jó érzésekkel az énekén, az zenén keresztül, hogy úgy, hogy ezt semmi más nem tudja pótolni. Ha valaki szereti a zenét, hát ez úgy fölemeli az embert valósággal. Úgyhogy ez olyan ritka dolog, hát ez nem mindenkinek adatik. Thank you.